szárnya, Zeus már a szitár ruha, szárnyát kicsit kitárva, itt szól a vígmadárka. A Hangraforgó együttes műsorával nyitották meg itt a Krúdi iskola udvarán az Európa napot, melyet egy országos kezdeményezéshez csatlakozva rendezett meg csütörtökön a győri Europe Direct iroda. Színes, információs kiadványok és játékos feladatok várták a gyerekeket, akik a program segítségével közelebbről is megismerhették az unió működését, tagországait. Van egy információs standunk, ahol különféle kiadványokhoz lehet hozzájutni. Ezek között vannak komolyabbak, vannak direkt gyerekeknek szólók, fiataloknak szólók, illetve emellett természetesen játékkal is várjuk a fiatalokat. Vannak különféle uniós játékaink, illetve egyéb játékok is, ugrálóvár is, egy kicsit a testnek is adjunk. Illetve elhívtuk a megyei rendőrfőkapitányság munkatársait is, akik baleset megelőzési, illetve bűnmegelőzési kérdésekkel, kvízekkel, játékokkal várják az érdeklődőket. A fiatalok számára különösen fontos, hogy tisztában legyenek az unió nyújtotta lehetőségekkel, hiszen most különböző cserediák programokhoz csatlakozhatnak, a későbbiekben pedig munkát is vállalhatnak az unión belül. Ez a nap az arról szól, hogy a fiataloknak elsősorban arról próbálunk beszélni, hogy miért jó uniós országnak lenni, és milyen előnyei vannak. Nyitottabb, szabadabb a világ. Felnőtteknek már elképzelhetetlen, hogy gyerekkorban is mennyi lehetőség jut uniós országokban nyelvtanulással vagy kölcsönös diákcserével, és hát itt a mai napon sok minden olyan hasznos és praktikus információt kapnak a általános iskolások és a középiskolások is, amire azt gondolom, hogy majd az életük folyamán szükség lesz. A késő délutánig tartó uniós mulatság sikeresnek bizonyult. A Europe Direct győri irodája természetesen a későbbiekben is szívesen fogadja az érdeklődőket a megyei önkormányzat épületében, a Városház tér 3 szám alatt.